megjelenés előtti belekukkantása lesz most az Orcs Must Die-nak, méghozzá 3-nak, ami így, hát, nagyjából 8-9 évvel a második rész után jelent meg. Az első sikerének köszönhetően a második rész nagyjából egy évvel utána jelent meg, de úgy néz ki, hogy a második az annyira nem volt sikeres, vagy annyira nem adta, hogy ennyit kellett várni a 3-ra. De most itt van, ma fog megjelenni, 23-án este 6 órától, hogyha minden igaz, és tudjátok majd csapadni. Én jelenleg egyedül fogom, de hogyha nagyon megtetszik, srácok, akkor valakit még beszervezek magam mellé jövő hétre. Mit szóltak? Én már egyébként tegnap belekezdtem itt a játékba, úgyhogy igazából csalás történt, de ez nem azt jelenti, hogy ne kezdeném miattatok előről. Első pálya. Maximilian is gone. Ezeket nem néztem meg. He left the order, he left me with these children. Born with the ability to use rift magic, Egan had no idea how powerful. Ez az egyik karakterünk, ő pedig a másik, a Chelsea. Chelsea was the most studious novice in the order, but she lacked. Én jelenleg 2 karaktert látom a játékban. Gyönyörű egyébként a játék. Szerintem. Ahhoz képest, hogy az emlékeimben hogy él az Orcs Must Die. Tehát, hogy szép. A real ogre would have eaten you by now. Sorry, sorceress. You will wish for that fate before long. Think he's ever coming back? Wow, it's like you're allergic to saying smart stuff. Come, playtime is over. Hát ne lepődjetek azon meg, hogy milyen a tutoriál. Tehát, hogy elmutogatja nektek a tutoriál, hogy mi hol van a képernyőn. Tehát, hogy itt vannak a resource-ok, amiből lehet költeni a trappekre. Ott fönt van az objektíva, hogy még hány enemy van hátra. És hát itt van a loadoutunk, hogy mi az, amit lehet használni. 2-es, 3-as, 4-es. Szóval, hogy így tutoriál. Ezek azok, amik így mutatják, hogy merre megy az enemy, és hova fog bemenni. Szóval, hogy ez egy olyan tutoriál, ami így... olcsó megoldás. Na. B-vel előveszük az inventorinkat. Én egyébként megvettem ezt az acid cuccot, meg az arcane staffot, meg a blade staffot, még amikor kipróbáltam tegnap este a játékot. Szóval, hogy ezek alapból egyébként nincsenek meg. De nem is fogom most használni, hanem szépen visszarakom azokat, amik így alapból vannak a játékban. Na! Teszünk le ilyen falra rakható mókát, mert az vicces, szerintem. Teszünk még ide is. Ó, hát még bőven van pénzünk. És teszünk le ilyen csapdákat is. Ennél tovább nem kéne hagyni őket jutni. És elindítom a vévet. Ott van jobb fölül a térkép, meg mellette, hogy ez hanyadik vév középen, meg ugye, hogy mennyi
enemy van hátra. A négyet tud lőni a fegyverünk, ez egyébként középen látszódik, hogy éppen hogy áll. És van egy speciális lövése, amit jobb klikkel tudunk előhozni, ez ilyen guruló gránát. Vagy hogy lehet ezt jól mondani. Na ilyen. Üdv mindenkinek, skacok. Rezetelődtek közve itt a csapdák. Én basszus, nagyon imádtam ezt a stílust. Még a 2000-es, 2010-es évek elején. Nem tudom, ti mennyire csapattátok ezeket, skacok. Na ez mit tud? Mi kéne próbálni. Az első részével sokat játszottatok? Azt hiszem amúgy én is az elsőt csapattam nagyon. Na nézzük, mit tud. Hát nem jut el odáig, hogy kiderülj, hogy mit tud ez a cucc. Felrántja! Van killstreak egyébként ott fölül. Szóval killstreakeket is lehet szerezni. Lehet egyébként harcolás közben építkezni, csak hát egyedül ez egy kicsit nehéz, de hogy lehet ilyet is csinálni. Ha minden igaz, egyszerre négyen lehet játszani, de ha hülyeséget mondtam ezzel, akkor elnézést. Az utolsó B fog jönni. Scope-ban az igazi egyébként. Például sokat szanktumoztam is régebben. Hát ez még az első pálya, ez nem lesz olyan hű de nehéz. Vannak ilyen híles potionok. A falon, amit raktál, az mit csinál? Így kilövi a csapdát. Fortis tánc, az kellett, hogy 2021-es legyen a játék. Perfect new high score. Bónusz koponyák. Ott is van. Hányan? A jól tudom, négyen, de ketten biztosan. Mindjárt megnézzük egyébként. Mindig meccs után lehet egyébként fejleszteni, upgrade-elni. Szia, Nyusza! Szegény Nyusza, most csalódást okoztál neki. A csapdák téged is sebeznek? Nem. Az csak az enemit sebzi. Na és én megvettem ezt az acid geyzires cuccot, amit a földre lehet rakni. Nagyon vicces, amit csinál az elemivel, szóval ezt majd vicces lesz, láttatok. Van itt még sokfajta csapda, a legtöbbet még nem tudom megvenni, mert ahhoz küldiket kell teljesíteni. Decoy. Van itt egy csomó minden. Ballista. Hát veszünk egy ballistát. Unique upgrade-je is van. Jó. Weapon fejlesztés.
50 elemit kell ölni a secondary-vel. Ó! És úgy lehet majd fejleszteni. Reload speedet lehet rajta fejleszteni. Itt van a Blade Staff is, a mágikus longbow, trinketeket is lehet használni. Ó, több pontot kapunk. Ezek a trinketek elég menők. Ezek elég menők. Nézzük meg ezt az égen nevezetű karaktert a következőnek. Mit szóltak, srácok? Jaj, ops. Hát túl nyomtam, nem baj. Itt van a minimap. Meg lehet nézni, hogy a barátok között éppen kivezet. Na nyomjuk ezt a második pályát. Ó, bakker, nem néztük meg, hogy hány players. Csak 2 playeres, azt mondjátok? Na, majd mindjárt megnézem ezután. Szóval ez egy íjász. És ha ő felhúzza, akkor 4-et tud lőni. Egyébként 3-at. Ez manából megy. Ott a mana egyébként a HP alatt. Szóval, hogyha elfogy a mana, nem tudok ilyen jobb klikket nyomni. Viszont a jobb klikket fel lehet charge-olni. Ó, és 5-öt is tud lőni. Tehát van egy... Tehát a fölcsárzsolásnak van egy része, meg két része. 1, 2. És így 5-öt lő. Wow! Ó, köszi Shredder-d van. Csak 2 fő. Jól van. Akkor Alex jól tudta, sajnos, hát... Ketten lehet nyomni. Köszi szépen egyébként Marci a 9. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Hefex 33. hónapját lehetővé tetted ezzel. Szóval ez egy íjász, srác. Teszünk a falakra csapdát. Ja, meg hát amúgy ki kéne választani, hogy milyen dolgokkal akarok játszani. Ezt az eszi cuccot meg akarom nektek mutatni. Jó. A fegyvert azt nem lehet kicserélni jelenleg, gondolom azért, mert kampányt csinálunk, és a karakterhez kötelező ez a fegyver. Gondolom majd slotokat is lehet állokkolni később. Jól van. Na, teszünk le ilyeneket, hogy meglássátok, hogy milyen vicces ez a csapda. És akkor hadd menjen. G. Hát 2021-ben már senkinek nincs 3 barátja a kophoz, ez igaz, hogy ezért akarják az MMO-kat az emberek egyedül játszani. Hú, egy fröcsköl, ott van a koponyájuk, majd a hullájuk. Na jó, ez az íjász srác, ez... Külön jelzi egyébként a headshotot. Nagyon vicces. Na. Ilyenkor már nem lehet a loadouton változtatni. Na jól van. Aha, ez eddig tart, ez a csapda. Na jó, hadd szóljon. Onnan is jöhetnek majd, remélem most nem onnan fognak. De most pont onnan. Azok most pont onnan jönnek. Hát ez az ilyen srác, megmondom őszintén, srácok, nem tetszik annyira. Viszont a fegyveres srác, Chelsea, az sokkal menőbb. Át lehet lőni az enemiken? Ez mondjuk elég király. Na. Tehát ide nem lehet pakolni csapdákat. Ja, mondjuk az nem is falra való. Hát ezt benéztük. Tehát
Ide teszünk egyet, meg ide. Tényleg Dungeon Defenders! Azzal nyomtam, ugye? Nézzük csak. Dungeon Defenders. Igen, úristen, de jó volt a Dungeon Defenders. Azt a rohadt. Igen, igen, igen. Úristen, Jónás. Imádtam. Imádtam. Remélem nem bannoltam ki semmit, mert senkit, mert rossz helyre klikkáltam. Aha, de most pont a másik irányba jönnek. Az nem jó! Ez egy csoda. Valami ízét felvettem. Oké. Okay. Ez menő lenne, hogyha erre rálépnének. Jó, hát hadd menjen. Ez egy plusz kapanya? Szóval? Ilyen, hogyha nyomva tartom. Jó, azokat szépen kapták. Double kill. Ó, hogy ezt így lehet spamelni is? Kapják a médium orkok. Final wave. És ez mit csinál? Ez plusz pénz. Ott is van! Fortis tánc! Ott is van! Ott is van! Perfekt! Oda néz! Bónusz koponyák 14. Tár trap lelassítja az ellenfelet. Ott is van. Az összes upgrade-et lehet refoundolni. Na srácok, fejlesztjük a fegyóját. Reload speed, reload speed, reload speed. Megvettük az összes upgrade-et. Trinket? A trinketre már nem futott. Ez mikor igény? Ma fog megjelenni, Ryder. Üdv mindenkinek, skacok közben. Jaj. Hát, hogy így... Haló?
Nem lehet itt karaktert választani? Na várjunk, hogy választottunk a karaktert? Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean? Yes. Húha. The oldest is Master Cygnus if he is still alive. Húha. Igen, War Mage nehézségen játsszuk. Hát valahogy átraktam kópra. Mármint, hogy tudom, hogy hogy raktam át kópra, de ha nem akarok. Ja, értem, ki lehet nyomni. Invite friend, find game. Hát igen, most még nem nyomja senki. Jó, itt kell váltani. Aha, oké, 3, 4, 5, 6. Tehát, hogy 6 karakter van. Jól van. És akkor jöhet a harmadik pálya. Ja, hát az Orcsmez Dáj 1 az 10 éves. Ez mikor jött ki? Ma fog megjelenni. Na, és ezzel a tárteppel kaptunk egy újabb slotot. Meg nem volt hangja, ahogy leraktam. Unleash the Horde! Itt a kátrány, taposom a kátrányt. Ja, tényleg manából lő a jobb klikkem, oké. Haha, kis patkányok. Bónusz koponya. Na. Most úgy néz ki, hogy van egy kis pihi. Teljes áron el tudjuk adni ezeket a csapdákat, vajon egyébként? Most nincs kedvem kipróbálni. Na, hát srácok, kellett ez a kis segítség. Teljes áron tudjuk eladni? Na, az király. Aha. Igen, ezt mondjuk jó lett volna figyelni. Jaj! Ah, kis koboldok. Ha,
Na-na. Na, most mindkét oldalról fognak jönni. Tehát, jó lenne mondjuk oda tenni, meg oda. Oda. Aztán mondjuk itt jól le is lassítjuk őket. Azt mondta, hogy perfect. Na, hadd szóljon. Jobb klikká kell ölnöm, úgyhogy próbálok figyelni. De szépen kapják. Vas, 10 bizony. Szóval, hogy ide is kéne valami. Az biztos. Final wave? Ajjaj. Hát ő kiesett a pályáról. Annyira kapta. De leesett. Át kell futnunk. Ó, igen. Jaj. Ilyen nagyobb a készék, annál több ex. Jaj. Is van, Fortis Tents! Bocsik, egy kicsit lemaradtam, ez ilyen third person tower defense játszik. Így van, Silver. 89.000 pont. Nem néztük meg. A balistát kaptuk meg, ha jól látom. Új cuccként. Új karaktert még nem kaptunk. Arcane Dragon csapda. Hát feljelszik a fegyót. Aha, még 10-et kell ölni. Még 10-et kéne ölni jobb klikkel. Hát akkor veszünk ilyet, mondjuk. Bár fejlesztését vegyük meg ennek. Fire damage-et tud nyomni ez a csapda. Oké. Ez az egyik kedvencem. Majd látom, egyébként a kinézete is változott. Na nézzük, srácok. Spéci upgrade-et is lehet majd rá nyomni. Akkor lesz szívás, hogyha majd egy csapdafajtát nem lehet majd bevinni. Mondjuk például ezt a következő pályára.
Ja, hogy kettő upgrade közül lehet választani, azt nem figyeltem, akkor... Shit. Na tehát... Csak egy aki van. Na. I'd like to know all the answers. Then tell me why glue doesn't stick to the inside of the tube. Jó, hát amúgy elindítom. Off we go. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Orc archers. They have pretty long range attacks. Yep, I remember from the simulations. Ez valami speckó izé ez a korona. Nem néztem meg, hogy mit tud. Ezek meg így jelszok, hát lelőnek. Gyógyít sokat, nagy a CD rajta. A CD-t azt látom, hogy nagy rajta. Ah, itt könnyen át lehet jönni. Oké. Okay. Könnyen át lehet jönni, és most itt vannak. Ú, jó sok pénzt kaptam. Uh-huh. Jó, nézzük meg így milyen. Zep zep. Jártek csak. Hát azt mondjuk mellé ment. Amúgy srácok, hát így tudok egyedül is játszani, de köszönöm szépen a segítséget. Igen, a hátsó vévre ment. Hogy is raktuk? Oda bentre. Ha kell segítség, srácok, úgy is szólok. Na. Ready as always. More enemies on the way. Ajaj, kis koboldok. Koboldok kiszedik a csapdákat. Sajnos. Szerintem most már megvan egyébként a challenge. Ajaj. Na nézzük!
Ez mellé ment. Gyorsan. Hát az összes misszát. Ajaj. Szóval le lehet esni és meg lehet halni. És egybe ment. Oké, majd United-tel játszottam el. Nem, big boy. Na jó. Egybe jutott valahogy. Már nincs többre pénzünk. Vagy ha meghalsz egyetért... Nem. Egybe ment. Egy sajnos bement. Ha most másik oldalon jönnek. Nem a halálvét. Nem, egybe ment. Néztem a minimapom. De lehet amúgy, hogy egyetél. Viszont egy fixen bement. Kiment a pályáról, azt ott robban. Hát azok meghalnak úgyis. Ennek a koboldok. Nagyon szépen kikerülik ezt a csapdát, sajnos. Ajaj. Srácok, itt vagyok. Jó, hát kéne lerakni akkor ilyen sima csapdákat. Hopps. Ez lesz a final wave egyébként. Hát az visszállt. Ne! Egy beszippantódott. Lett volna még valami a pályán, amit fel lehetne venni.
Valami zöld cuccot láttam, de hát arra lemaradtam most. Hát igen, sajnos egybe ment. Úgyhogy ez nem volt olyan jó. Ó, barikádot le lehet rakni, szóval tudom irányítani, hogy merre megyen a... az enemy. Na, fegyver fejlesztési. Aha. Fagyasztó lesz a secondary-im. Így. Csak fagyaszt. Jól értem. És azt mondtátok, hogy ez... Lehet választani, hogy melyiket akarom. Aha, fire damage. Jó, és akkor használunk még ezen valamit. Aha, tehát még ezzel ölni kéne. Hát ezzel meg pláne. Ezt csak le kéne rakni. A barikádot. Veszünk ilyen barikádra. Ezt akarom nyomni a kövébe. Mit közben mindenkinek, srácok? Hali. Ó, hát hogy még ezt is tudjuk. Na jó. Ez lesz itt, az pedig ott. We've just been killing orcs and stuff. No big deal. Okay, so what's the deal with these strange rifts? A HP reget csinálja passzívba. Oké. 950-be kerül. Kihozzuk a tüskéket, a lassítást, meg ezt még mellé. És most ezek azt csinálják, hogy lentről jönnek, és itt bemennek középre. Úristen, és egyszerre mindenhonnan. Hát jó. Ilyen mindenféleképpen kell. Ez basszus, ez nagyon drága, pedig amúgy tudom őket irányítani, ez baromira megéri. Hogy ugye merre menjen az enemy. Na jó, nézzük meg. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Úristen, egy nagy ógre jön. Őt már kéne csépelni. Aha, lefagyasztom. Akkor sokkal többet damolunk rá. De az egyik oldal lezárása is egyébként opció. Muszáj őket eltalálni ahhoz, aha. Ó, hogy lehet teleportálni. Hát ez sajnos bebágolt, srácok, hogy nem üti valamiért. Nem üti valamiért az ajtót. Kellemetlen. És
idejön, és ha már ide se jön, ilyen egyébként a lezárás. Okay, so what's the deal with these strange rifts? First, stop this next assault. Then I will tell you the tale. No better place than this. Na jó, indítsuk. Yeah, I'm good. Mindkettőnek kéne ütni az ajtót. Oké, okay, most mindkettő üti. Broken through a gate. Whoa, that ogre seems bigger out here in the wild. And remember, if he hits you, he will stun you. Ha, Ácska, mennyi van? Várjál, a nagy meghalt. A Ácska éppen elterelte a figyelmemet. Másik meghalt a tüzes csapdába. Wow. Na, lesz még egy nagy. A tüzes elégette egyébként. Azt a rohadt, a tüzes miért se bezár a nagy ogréra. Jaj, te itt még élsz? Jó, hát hogyha a tüzes ilyen erős, akkor eszünk ide. Na jó, menjem. Nem tudom, de az a másik, tehát az első körből az a... Az első két ogréből az egyik, az nem tudom. Durván kapta. Nagyon viccesek. Nagyon vicces, ahogy égvel szaladgálnak egyébként. Szevasz, Vic. Na. Ez a tüzes amúgy ennyire fullos. Na mehet a harmadik wave. Váva. A boldog egy csomó csapdát kihúznak, úgyhogy azért építkeztem tovább. Ámint, hogy nem azért, de hogy így gondoltam rá, hogy ez így jó döntés lesz most. Azt a rohadt! Easy peasy, kapták rendesen. Mi? Egy tovább szaladt? Ez hogy szaladt tovább? Igen, ezt lehet kóba nyomni. Bakker. Egy kicsit nem vettem észre. Ez a fagyasztós nagyon OP.
Na. Na, itt például lehetne olyat csinálni, hogy ezt eladom. Nem figyeltem, mennyire adta el. Az 600-ba kerül. Aha, tehát teljes áron lehet eladni. Olyat lehetne csinálni, hogy... ide szépen teszünk ilyeneket. És akkor itt is teszünk ilyet, és akkor még többet mennek. És kötelezően rámennek ezekre a csapdákra. Egy olajosat is amúgy le lehetne rakni. Már sajnálod őket, Sticky, annyira meg lesznek a lázva, azt mondod? Jaj, már jönnek az íjászok. Kitik a barikádot. Ne bántsátok a barikádot, hát ő nem ártott semmit. Ez vicces volt. Egy olajos teszünk. Ja, beküldünk oda egy ilyen éjfagyasztót. Anna. Én oda akarom. Nem küldi el oda. Oda néz. Fagyasztó és a barikád elég broken, még achievementet is kaptam. 100 000 coint kellett összeszedni. És basszus, megint bement egy. Mega Boom Barrel Launcher. Stat Screen. Még ha, mintha a barikád neked is fal lenne. Igen, amikor próbáltam a fagyasztót öltetett lőni, akkor nekem is annak tűnt. Itt vannak a statisztikák. A legnagyobb kombó 7-es. Ez jó volt. Na nézzük. Upgrade. Növeli a damage-ét, meg az explosion. Az a helyzet, hogy ez a freezelés, ez annyira jó, hogy így marad. Bleedeltetni tud. Illetve burstolni. Az így.
Jó lenne olyan spéci upgrade. Ha trinketeket lehetne még. Lehet megnézni. Trap, reset, trinket. Wow! Jar of Ghost. De meg lehet nézni, csak rá kell klikkelni. Nagyon jó, nézzük. Gyorsabban regenerál a manám. A trapek CD-je csökken, hogyha ez be van aktiválva. Amúgy elég király. Villámlós felhő. Aki megüt, az megijed. Jó, amúgy ezt megvesszük. 12-szer kell elnyomni. Oké. Lightning damage-et tud nyomni a csapda, vagy árkánusat. Kátrány sebzése nagyobb, illetve tovább tart a lassítás. Damoljon ez még többet. Ja. Megyünk tovább. Hoppá, ott egy harmadik csajszi. Itt mindenkinek skacok. The story of Master Cygnus is known to all. Oh, Master Cygnus taught my hero Maximilian. Yes, he tried to teach your hero. He was my teacher as well. Rengeteg újítás. Don't test me. Melyik újítás tetszik a legjobban, Alex? Is the story of his best friend, the elf Vorwick. Human Warwick, ez LOL copy. The most talented war mages of the order. Before infighting forced the horde into small factions, they used massive traps and defeated the largest orc armies. Cygnus and Vorwick were the best young war mages of their generation. But when their final test mindenkinek srácok. Only one of them would pass. Na. Cygnus Chain Lightning staffot tud használni, és kikerüli a halált, mert hogy tetsz halott tud lenni. Aztán Warwick rövid kardjai vannak, és teleportálni tud. Ezek csak ilyen tippek, szóval nem kapunk új karaktert, ez csak tipp volt. 150 évvel ezelőtt? Oh. Once again, friend Vorwick, fighting the largest orc armies ever assembled. Akkor tényleg új karakter. Welcome it, friend Cygnus. I am curious about what drives the orcs. You must admit, they are far more willing to die for their cause than our own order mages. They're definitely stubborn. Itt lesz Grog, meg... igen. Lesz... nem, Craig. 10 rift pontot ér. Ha bemegy. A bal listába bele lehet ülni. A Mega Boom Barrel Launcherbe is. Oké. Okay. És a Giant Flip Trap az is csak most itt van. Ezt a Flip Trapet ezt berakjuk mondjuk hát az Acid helyére. Nem tudjuk. És ha így, úgyse tudjuk. Sehova nem tudjuk. Jó, akkor nem rakjuk be. Ja.
Az árkán a gyengéje, de a headshot az fáj neki. A koboldok gyengék a tűzre, tehát hogy itt így elő lehet készülni az egészre. Ja, shift F, shift 2, tényleg. Ja, és így lehet kicserélni. Okés. Mega Boom Barrel Launcher. Nézzük azt majd. Jól van. Na, tehát. Innen fut, tehát nézzük meg, hogy honnan jönnek. Onnan jönnek. Onnan jönnek, és ahogy látom... Itt például erre nem tudnak most menni, először szét kell verniük. Tök menő, ahogy így átmegyünk. Aztán van valami daráló. És ott a vége. Ja, van trinketem, amit át akarok rakni, igen, igen. De itt is tudnak például jönni. Jézusom, ez elég komolynak tűnik. Na jól van. Ja, mert ide a falra nem tudok rakni semmit, csak, csak itt. Megvettük ezt, amit ugye nyomkodnom kell, és az eszit helyet hozom. Erre, Adrian második. Hát, és itt annyira terelgetni se van. Tehát itt még a terelgetés se. Jézusom, ez mekkora. Jézusom. Ezt ki kell majd próbálnunk. Jó. Miért rágították a barikádot? Valószínűleg már túl OP. Amúgy olcsóbbá lehet tenni. Aha, tehát például itt erre kéne elvezetni őket. Oké. Okay. Tehát itt is amúgy ezt végig kéne rakni, nehogy izé elsúnyulják. Na mondjuk ide egy lassítót leteszünk elsőnek. Aztán ide is teszünk egy lassítót. Valahova. Mondjuk ide. A range-jébe. Ahol megszurkáljuk mindegyiket. Na jó, induljon. 40 enemy. Hát ezek nagyon viccesek. Hát ez nagyon jó. Ahogy fáj nekik a izé,
A villámlás ez nagyon jó. Hoppá, ez egy kicsit mellé van. Ja, most jönnek az íjászok. Kik a barikádat? A szemetek? Júj! Jézusom, mennyien jönnek, most látom! Azt a rohadt. Ja, tényleg kéne nyomni a hatosat. De menő. Hát ott lelocsolják őket lávával. Miért nem? Ja, látom, el kell találni, és akkor ott nyom területit. Meg a hílelőst is nyomhattam volna. Üdv mindenkinek, skacok. Na, vegyük végig. Hát eddig tudjuk tenni, oda valószínűleg nem fognak úgyse belemenni. Ide jöhetnének a csapdák, meg igazából ide is jöhetnének csapdák. Oda úgysem fognak elmenni. Oda egy jó lassító. Oda se fognak elmenni. Amúgy itt talán még lehetne őket annyival megviccelni, hogy körbevezetjük őket. Na, mit gondoltak erre? Nagyokat nem de meg kéne nézni. Azt majd lerakjuk oda. Sőt, már most lerakunk egyet oda. Halló? This will surprise them. Oké. Na, ez amúgy már jobban tetszik. Lassító mondjuk ide. Hát igen, ez egy kicsit drága volt. Na jó, menjen. Ez egy kicsit drága volt. Hogy megy? Jól megy, srácok.
Na. Ez így damolja is őket egyébként? Hát csak viccesen néz ki. Kérdés mi? Ó, Scott, köszi szépen a támogatásodat. Humble Bundle esett még hozzá. Morcosak, morcosak. A koboldok. Amúgy nagyon szépen kapják. Ja, mert hogy az a csapda későn aktiválódik be egy koboldnak. A Spike Trap. Hm? Okés. Nem lehet őket kilökni a pályáról azzal a csapda? Lehet, ki lehetne egyébként. Sőt. Kipróbáljuk majd ezután, jó? Hello, Oka! A bónusz koponya. Na. Bele a lávába. Még hozzá. Összejön. Na. Hát ez itt nekem egyébként nagyon tetszik, amit itt felhúztunk. Jó. Tehát oda a falra nem tudunk többet rakni, ide se tudunk rakni. Ha? Ide ennyit lehetsz. Kell nyomogatni a hatost. Na jó van, menjen. Szerintem simán túléljük ezeket. Köszi szépen, Scott. Kedves az orkoktól az, hogy ostobák? Na nézzük, srácok! Azokat kapták. Ó, basszus, ez ilyen közel van. Csak úgy repkednek amúgy ott. Amúgy ide lehetne rakni egy nagyot. Akkor menne a kilövés.
Már nekem ez így tetszik. Egyébként. Bangafa! Köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen az 5 eurós hozzájárulást a mostani célhoz. Nyomtunk egy trap rezetelést. Igazából a pálya már, hogy így megcsinálja magától a dolgokat. Köszi szépen, Bangafa! Nem kell semmit se csinálnom. Repülnek az enemik. Most látom, ott van két loot a pálya elején. Mivel ennyire keménybe vagyok, eljövök ezekért. Szóval őt nem löki át, értem. Oké. Okay. Na. Hát, van pénzünk ezt tovább építeni, srácok. Igazából. Hova tudjuk ezeket felrakni? Például ide, meg oda. Uh-huh. Hát akkor mondjuk eddig lehetne őket elengedni. Hát mondjuk ott tök mindegy, mert... Bár nem tök mindegy. Jó, drága. Igen, ott körbejönnek. És... ezt például itt le tudom zárni. És talán így. Talán így lehet huncutkodni. Jól van. Szia, More Smiles, Servus Pac-Man. Üdv mindenkinek, srácok. 152 000 pontom van. Hát ez mellé ment. Na-na. Ja, a hatos gombot kell nyom, tényleg. Jó, sokszor kell majd nyomkodni a hatos gombot. Ő ott fölesett a barikádra, hát egy csaló. Nagy büdös csaló. Igazából, mivel ez megy automatán. Igazából itt ezzel el leszek. Jaj! Amúgy ide egy Shift 2-t is lerakhatnék, meg kéne nézni, hogy az mit tud. Mondjuk, nem tudom, ide kéne akkor már lerakni. Ötvenes kombó.
55-ös kombó volt. Igazából, látjátok, ez így automata rendszer. Nincs mit csinálni. Eltörtük a játékot. Nyomunk egy 6-ost. Nem tudom meg. Az 5-ös V fog következni. Hát nem tudom. Shift F2-vel így. Ide tesszük. Jaj. Oh. Oké. Oké. Nagyon jó, nagyon jó. Aha, tehát hogy ők ott csalnak. Ha csalnak, akkor ide teszünk még egy ilyet. Tuti biztos. Aztán egy lassító. Na, hát amúgy, hadd menjen. Na nézzük, srácok. More enemies on the way. Ah, our old friend Crag has shown up to fight. We should remove him quickly. He will disable the traps. Aha, kikapcsolta a csapdákat. Itt van a főnök úr. A hatos az most ide nagyon jól jött. Meghalt. Akkor ez ennyi volt? Ki van pergetve? Jó, hát ha ki van pergetve, akkor ide visszajövünk. Orkmaz Die 3, ma fog megjelenni, Zalán. Jaj, nagyon jó. Jó, ez az utolsó pár enemi. Ja, most kiszállunk, mert fel kell szedni a zöldet. Szerintem az automatikusan nem gyűjti be magát. Meg még jó lenne egy hatost elnyomni. Vicces a minimapa, hogy repkednek le a hídra. Ja! Hatos már szerintem nem fogunk tudni nyomni így. Hát ezek meg fognak halni.
Hát nem fogják túlélni. Warlord és upgraded. Vegyek meg minden upgrade-et egyetlen csapdára. Perfect! Ice Amulet Rift Lord unlocked. Köszi, köszi srácok. Ja, én is imádtam az ilyen third person-os tower defense-eket. Ilyenről még nem hallottam, Spencer. Ugye eltűnik a 1080p-s lehetőség. Ice Amulet. AOE Freeze. AOE Freeze-elni tud. Izzy-nek tűnik. A barikát kettő helyet foglal, de drágább. Nem. És jobban bírja a sebzést. Az olcsóbbságára rá kell mennünk. Oké. Okay. Speciális cuccot nem tudunk berakni. A fegyverünk maxra fel van fejlesztve. Akkor kéne fejleszteni a csapdákon, méghozzá a spike trap-em. Uh-huh. Hát nem megyünk, szerintem elég OP, hogyha lightning damage-ettől. Nézzük meg most ezt. Úgyhogy hadd szóljon, 300 000 pont ezen a pályán. Sorceress, I've read all about Master Cygnus, but I don't remember Warwick. Warwick was the equal of Master Cygnus and just as heroic in defense of the Order, but all record of his accomplishments was wiped from history. So az enemy innen fog jönni. But first you must deal with these orcs. Hello, are we not going to talk about how this Warwick guy is clearly in love with the orcs? 7 wave van, és most rengeteg mindent ki lehetne rakni az inventory-ra, mint az action bar-ra. Ahogy látom, innen is majd fognak jönni. Igen, és hogyha ide beleugrok, az fáj. Köszi, vadafak. Szóval jöhetnek innen, és jöhetnek innen. Oké, és... hát akkor... Szerintem ide mindenféleképpen kell, ennek mekkora range van. Jó, igazából mindegy is, kell. Kell, és már itt irányíthatnánk őket az elején. De mondjuk, hogy... Hogy lehetne őket irányítani? Uh-huh. Ha mondjuk... Itt meg tudnának fordulni. Itt végig kellene menniük. Ez most így az elején túl van gondolva. Ez szerintem most itt túl van gondolva a csapdákkal. Mármint ezekkel a barikádokkal. Na jó, nézzük meg! Nézzük meg így milyen. Igazából mindenünk bent valami csak lehet. Ezt még hátrébb rakjuk. Ó, nullásra mondjuk berakjuk. Ez közelebb van. Ez fura, Spencer, hogy ilyet csinált neked.
De jól néz ki a lightingos csapda. Szép a játék. De menő. Elnyomta a képességet. Na bakken. Barikádot csak azért nem adják, mert engem akarnak. Lassító például már jöhetne ide. Aha, tehát ez nem kell. Bár de úgy sétálnak végig. No better place than this. No. Most nem innen jönnek egyébként. Egyébként. Nem figyeltem. De jól felépítettem a védelmet. Jézusom! Igen, én is ezt mondom. Earthlord. Igen, megöljük az Earthlordot és Earth Elemental lesz belőle. És Earthlingek. Oké. Hát ez tanulságos. Hú, bakker. Na, továbbra is innen jönnek. Jaj, igazad van, lovacska. Hogy most már valószínűleg hátrébb kéne pakolni a dolgokat. Én bízom a vezetésbe. Ott mennyire lehet irányítani őket? Á, itt már nem nagyon. Tehát, hogy nem nagyon lehet őket itt jól irányítani. Szevasz, Teki! Úgyhogy inkább itt külön fogjuk pakolni a dolgokat. Na. Most innen fognak jönni.
Na, nézzük. Itt egymás mellett is kébe az egyik, nem jobb szembe a falon? De ott jobb lenne. Hasznosabb lenne. Többet talál el. Szóval, ja, igazad van. Amikor felépítettem oda a barikádokat, már nem is, azóta nem is jó. Jaj, nullás. Oké, és most itt is jönnek, és a túloldalon is. Na. Így van, franyobotám. Így van, így van. És ha mondjuk még itt annyit tudnék csinálni, hogy ide teszünk kettőt. Ez nagyon drága. Drága móka, meg már szerintem felesleges is. Na, talán egyébként ennek még itt van értelme. Jó, ezen az oldalon pedig ezeket eladjuk. És megpróbáljuk fölépíteni jól a védelmet. Na, tehát itt például lehet ezekkel szórakázni. Jönnek itt, és már ide lehet tenni a csapdát, aha. Az a helyzet itt szembe nem jó, mert nem ér el ez eddig például. Például ide teszem, jobban járunk. Viszont itt már jönniük is kéne vissza. Úgyhogy... Akár ez egyébként így is jó. Ott megy tovább. Így. És... Aha, oké. Tehát valahogy így gondolkodom egyébként. Na nézzük. Ez se kell ide. Ma fog megjelenni Dancer of God. Ma fog megjelenni. Oké, és ha ott elengedjük, akkor itt jönni fognak. Tüskéket rakunk. Na jó, menjen. Elnyomnom majd egy nullásat. Sőt, már elnyomom igazából. Mert csak úgy tudom fejleszteni, minél többször nyomom a nullásat. Több pontot kapok, hogyha még lövöldözök is. Sziasz, ben, szevasztok, skacok. Oda is kell majd egy a falra szemben. Egy olyan ijászkodós móka. Mert most fel is rakom. Ajaj.
Jó, ez halt, és akkor gyorsan át is jövünk ide. Segíteni. Hú, instant halt a nagy darab, srácok! Instant halt! Így. Lehet így is rakni. Ó, gyorsan végigjöttek. Bár itt azért még kell segítség. Szervusz, Mester Lajos. Meghalt. Ó, nagyon szép. És már megint jönnek. Jaj. Final wave. Jaj, az nem jó. Hát Bakker mellé raktam. Azt hiszem menet közben nem lehet eladni a dolgokat, csak amikor olyan vévek között vagyunk, igaz? Hagyja csak a dafa. Na, ennyire nem menekülünk. Oh, ne. Ott is van. A sávban nem lehet őket belevezetni. Szerintem. De szívesen megnézem. Valaki bement egyébként? Vagy mi ez? Valaki bement, skacok, nem figyeltem. Lehet valaki bement. Guardian Archer. Trap fejlesztéseket kell nyomni. Ja, meghaltam amiatt. Ó, bakker. Hát jó. Oksa ez maxra fel van nyomva. És kéne
fejleszteni a Spike Trap-et. Aha, trinketet is lehetett volna. Még háromszor kell elnyomnom. Upgrade-eljünk még valamit? Ezt az acidet kéne majd használni. Hát a taron fejlesztettünk egyet. Hogy állunk egyébként a kampányra? Nézzük csak meg. 18 pálya van, és a tehát, hogy eddig hetet csináltam meg. Úgyhogy jöjjön a 8. skacok. So Vorwick was just as powerful as Master Cygnus? Yes, though they were very different. Innen jönnek. Tudnak majd onnan is jönni. És ide jönnek föl. És meg lehet azt csinálni, hogy ezt a részt itt leblokkolom. Erre senki nem akar majd jönni. Aki ide akarna jönni, ő se jön ide. Mindenféleképpen, akik jönnek, azok ezen a részen fognak átmenni. Tehát ide kéne valamit felállítani. Jó. Valószínűleg most az elején nem érdemes szórakozni azzal, hogy hogy irányítsam őket. Bár lényegesen könnyebb lenne. Bár, mivel ez most túl széles, talán itt hatékonyabb lenne a védelem. Amúgy menjen. Lehet ráesek erre a game-ra, ha megjelenik PS4-re? Bejön? Imi, azt mondod? Próbáljuk ezt a képességet. Ó, menő ez a fagyasztós izé. Valakit le akarok fagyasztani, csak előveszem a trinketet. Tehát még mindig lehet robbantásra használni a fegyvert. Ó, brollok. Szóval ilyen HP regenerálást nyomnak, de ahogy látom, fagyasztás után már nem nagyon nyomnak semmit. De, nyomják. De ha lefagyasztom őket, akkor nem nyomják. Ez jó cucc. Ez a fagyasztás. Ez a fagyasztás túlságosan broken. Nagyon, nagyon rektelít a karakterem. Az enemit. Szóval lehetne ilyen íjászokat lerakni. Ezt az IS-t ki kell próbálni majd. Ostobák az orkok és elmennek arra. Ostobák vagytok?
3秒。 Dombra tegyek éjjelszokat? Azt mondjátok? Megnézzük majd mindjárt, hogy milyen range-ök van, csak egyelőre itt akartam valami védelmet felhúzni. Bár nem a lépcső kéne védekezni, hanem vezetni kéne őket. Már szerintem lenne rá pénzem. Ha lesz egy kis szünet, akkor vezetjük majd a zenemit. Na. Na nézzük. Tehát vezetni kéne őket. Ha hagyom őket erre jönni. Úgyhogy ide teszünk egy csapdát. Az már elég király. És itt vezetjük őket vissza. És akkor ott is lesz egy csapda. Aztán ott is. És ott is. És akkor megint a barikád. Jó, hát oké. Okay. Imádod a mobilos tower defense játékokat? Kingdom Rush? Például? Ó, nem néztük meg az íjjászokat, bakker. Jó van, menjen. Ó, le lehet dobni a bombát. Wow. Ott is például. Adja csak vadapak. Oj. Na jó. Mindegy, egy Kingdom Rush szerettem. Oké, most már kicsik jönnek. Az lenne OP, hogyha barikádra rá lehetne rakni az íjászt. Mondjuk akkor lehet, hogy jól szétcsapkodnák őket. Így van, Kirill. Nem lehet. Jaj, már jönnek is. Meddig raktuk őket? Az a gond, szétlövöldözgetik őket. Bár szerintem visszaspawnolnak.
Nagyon hagytam őket ide jönni. Oké. Megmentettük az ijászt. Hát ezek folyamatosan jönnek most. Azok majd nem spawnolnak vissza. Fene. Hagyjad, what the fuck. Ne, én nem indítok kört. Automatán jönnek most. Vagy megnyomtam a G-t. G-vel lehet kört indítani, és ezek mintha automatán jönnének, Alex. De ez a meccs most olyan, hogy folyamatosan jönnek, nem? Tehát, hogy nyomtam G-t. Ja, ezt vágom. Nagyon sokat orszmázdályoztam. De hogy így most nem nyomok G-t, mert akarok szünetet, de nincs szünet. Kingdom Rush, Balázs. Kingdom Rush az például hasonló. Mondjuk ilyen, hogy TPS-ben nyomod, nem biztos, hogy van hasonló. Egyébként. Most hétvé van, azt hiszem, ha ez nem megy, akkor van szünet. De ez nem így működik. Mármint csak akkor... Akkor tudhatod, hogyha már játszottál ezen a pályán, mert hogy így... Ha megtudjátok, akkor már ne spoilerezzetek, srácok, mert hogy így... Érted? Az nem szép dolog. Na, most például van szünet. Na, erre vártam, hogy legyen szünet, de nem volt szünet. Na! Ó, visszajöttek. Hát ezeket el is adom. Ezek a csajszik. Nem tetszenek. Perpil. Mondjuk nem tudom. Egyet itt megtartunk. Hoztam magam? Ja, nem is tudom az acid trap-et kirakni. Jó, semmi gond, ezt ide felrakjuk. Hogy azért ezek is alkossanak valamit. Talán egyébként annyit lehet még ezen az egészen segíteni, hogy ezeket ide felrakjuk. És akkor itt már mondjuk lesz egy ilyen olajos. Dungeon Defender az még hasonló, de az is ugye PC-s. Ajaj. Ajaj, Marci. Félek, miket linkelgetsz. Szia, Yoda. Hello, hello. Üdvünk mindenkinek, srácok. Royale volt, azt nem ismerem. Na jó, menjen. More enemies on the way.
Mi a helyzet, Yoda? Undi koboldok. Au. De menne, ezt ki kellett próbálnom. Ugye meghalunk. Úgyhogy nyomunk egy 9-eset. Meg egy 0-ásat is. Lassítók, tűz, sebzés, boostja szerintem nagyon adná. Azt mondod? Azt még fel kell fejleszteni. Ugye a pihi? Na, jó csillelés, Adam. Jó, ez nem a Final Wave szerencsére. Azt a rohadt, hát... ott csalás történt! Hát miért repült már? Tessék békén adni. Jó, és itt sincs most szünet. Hú. More enemies on the way. Az például nem fogott működni. Na mindegy, leraktuk. Jaj, nagyon sok az IS. Szegény IS sajsz itt lelökte, kalácska meg kopogott az ablakon. Oda lövünk néha egy fagyasztást. Okay. Ja, már csak ez a kettő van. Ott is van, srácok, ott is van. Na, mit kapunk most? 160 ezer pont. Mi szél, ezt megint nem kaptam meg. Nem voltam elég gyors, vagy én nem tudom. Bank of Archers War Outpost. Ez fulcsalás, ez a fagyasztás. Hát, az az. Ez az, bizony. Na nézzük a trappeket. Aha, igen. Enemies take increased fire damage on tar. Ez egyértelmű. Nem is kérdés. De sommal este kipróbáljuk? Na, jó játékot!
jó játékot. Hát más most nem tudunk. Meg kéne nézni, mi ez a War Outpost. Ja, ez csak a War szkenárióban van. Valószínűleg az lesz majd a kövi. Szerintem a gyorsaságon múlik, már mint a jelzésből itt. Igen, hogyha gyorsan végzek a kör rá, valószínűleg. Jaj. Szépen srácok a követéseiteket közben. Why won't you understand, Cygnus? The orcs need a master to shape their single-minded stubbornness into obedience. Warwick, old friend, any control would be temporary. See the orcs for what they are. Annak a tetejére tudsz pakolni nyilasokat vagy katapultot. Old friend, is that you refuse to share your power and help me protect the order? If that is truly your goal, look to the defense of this rift. They are coming. Ezek teleportok. Uh-huh. Én azt mondom, hogy itt zárjuk le az egészet. Very good. Tessék. Ja, négy shiftes van. Ja, akkor azt mondom nektek, legyenek nagyon ostobák, tudjátok mit? Legyenek nagyon ostobák. Egészen eddig engedjük nekik, hogy eljöjjenek, aztán majd vissza kell fordulniuk. Ott is van. Amúgy valószínűleg akkor még tovább engedhetném őket. Mondjuk eddig. Igen. Jaj. Jó, és itt már itt be kell törniük a kaput. Hát, azt nem fogjuk nekik hagyni. Azt nem fogjuk. Uh-huh. Viszont ide a falra nem lehet építkezni. Az a szívás ezzel, úgyhogy hadd törjék be a kapukat. Uh-huh. Ide nem tudunk semmit se tenni. Kivéve ilyet, mert ilyet lehet. Jézusom, mekkora! Ó, és hogy így tudunk feljönni. Oké. De treppeket is lehet rárakni, bár annak nincs értelme. Na, és így lehet rárakni az íjászokat, meg így lehet rárakni a katapultot is. Olyan lelökőset kéne használni, mondjuk. I love this device. Jó. És ha már itt bejöttek, akkor ők rögtön oda fognak futni. Szóval azt mondom nekik, hogy no. Menjetek csak erre, és itt lehet trükközni, hogy ne lehetne. Ó. A stádián fut? Nem.
command. Failure is not an option. Na, igazából gyertek. Ma este 6 órakor lesz szerint a megjelenés, hogyha minden igaz, Krisz. Ennek valami sárgák. Dinamitos izék, íjászok. Hát ez mekkora a csalás? Huszonnegyedikére írják a megjelenést? Azt a rohadt. Kapják. 3 órán belül? Én mondom, nekem az volt az utolsó infom, hogy ma este lesz majd a megjelenése a játéknak. Micsoda kis koboldok vannak itt. Az dinamitos íjászok akkora csalók, mint az én izé? Fagyasztásom? Na jogos. De nekem szabad csalni, az ellenségnek nem. Az a különbség oda. Recika katapultom? Nézzétek a minimapot egyébként, hogy honnan kell visszajönnie az enemynek. Amúgy mivel fel vannak sorakozva, azért csak nyomogatom el a balfikat, azt nézem, találj csak közben, hol talpadik. Nem is kell nagyon máshova figyelnem, mert csak erre jönnek. Elég buta az enemy? Hát orkok. Orkok, bocsánat, megcsapkodtam a mikrofont. Fizetős a játék? Persze. Jaj, a Divine, hogyha oda még építenék híjászokat, vagy mondjuk oda lehetne a... oda föl, arra a részre, akkor az úgy még durvább lenne. Easy. Ja, hát én azt mondom, srácok, mehet még egy ilyen. Mondjuk nézzetek ti már azért arra. Gyertek. Sőt, ha itt építenék fel utakat, nem tudom, lehet, akkor még jobban szivatnák őket az íjászok. Például már magamnak megkönnyebbíteni, tehát magamnak egyszerűbb benne, hogy csak egy irányba lövök. Ott is van headshot.
Nagyon intenz a játék, haló! Anya, büszke vagy rám? Sokkoljuk meg őket! Sokkoljad! Sokkolás! Elesett. Elesett az ográ. Nagyon sokan jönnek. Az helyzet ez már ide kevés lesz. Fel kell tenni a tekok. Kirill. Jaj, ez nagyon volt. Jaj, koboldok! Meg kéne nyomni a nullást. Reset! On my command! Mivel nem? Hát igen. Jó van, ők is leesnek. Reset! Bár amúgy úgy néz ki, mintha mindent én csinálnék, nem? Lehet amúgy nem is csinálnak semmit. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek az íjászok bármit is csinálnának, hiszen a koboldok azok ugyanúgy átfutnak. Jajajajajaj! Jó. Na nézzük, tehát shift. Nem lehet ide rakni. Szóval nem tudom egyébként, hogy például Xbox Game Pass-ben benne lesz ez. Őket is lehethet se... Azt a rohadt srácok. Hogy őket is lehet headshotolni. És elég komoly headshot damage-ünk van. Azt mondja, GG a játék. Na jó. Egy ilyet megpróbálunk ide. Bár inkább ide. Ezt meg ide. Jó. 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 Kezdek aggódni, hogy ezek az íjászok nem lesznek elegendőek, szóval, hogy ez mit tud? Szóval ide át tudunk jönni. És ide tudunk tenni? Oké. Oké. More enemies on the way. Most sok játékkal játszok. Hát, ugye? Na jó. Peregnek, ha mindenféle játszik. Valószínűleg következő években azért már ki kéne költözni. Mert hogy be kéne költözni. Nem lesznek elegendőek ezek az íjászok. De jól néz ki. Koboldokra kéne valami.
Kéni fogsz a nevetést, ha elkezdenek majd repkedni a trollok. Ahogy látom, most nem nagyon akarnak trollok jönni, inkább földelementálok. Ötezer pont. Úgy érzem egyébként, hogy most csalunk. Eltörtük a játékot. Ilyen érzéseim vannak. Reset, 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 reset. This will surprise them. Ez nem jó. Még kevesebb fog eljutni idáig. Itt van valami bogár. Palácska meg van vadulva. Jézusom! Palácska, lehúzzam ezt a redőnyt inkább, mint hogy csapkodod az ablakot? Haló? Ja, hogy amúgy az ijászok oda is ellőnek. Figyeljétek. Melyikek lőnek el oda? Hát az összes. Az összes ijász ellő oda. Az a helyzet, már csak az az egy enemy van. Jó. Jó. Szóval, hogy ide kéne valamit csinálni. Ja, vagy valami ilyesmit, hogyha elindul. Hát, hogy most nem tudunk több mindent tenni. More enemies on the way. Lassítókat mondjuk lehetne. Köszi szépen, Martina, a raidet. Köszi, köszi, üdv minden kedves nézőnek. Ó, nagyon szépen nő a szorzó. That won't be the last. 67-es szorzó. A lácskának fel kellene húzni az ablakot. 100-as szorzó. Jézusom, a kalács. El kell húznom, srácok, a redőnyt. Majd, hogy le kell húznom a redőnyt, mert meg van őrülve. 153-as szorzó. Azt a rart, srácok. Nekem konkrétan nem kell semmit se csinálnom. Na jó, tehát hogy ez... Nem tudom, mi történik.
Válsátalom az ogrékat. Mióta játszottatok Martinnel? Ne! Majdnem megállt. 276! Jó. Kis koboldokat agyon csapjuk. Jó, még egy kobold van. Szevasz, szalvasz, szia Laca. Ez nem kobold. Jó. Gyorsan lehúzom a redőnyt. Addig nézhetitek a térképet, meg hogy mennyire jön az enemy. Na itt vagyok. Formaegyezés volt? Izé, jöhet a kövi. Ja, utolsó válva? Nem néztük meg, hogy ő mit tud. Stupid indeed, but he will try and destroy any barricades we have. A master's war machine. We have no equal. Ja, és már itt jön egyébként. Ja, barikát pusztító. Jól lehet csalni. Tényleg amúgy headshotot is lehet neki lőni. De kéne olajcsapda. Hopp, az egy kicsit rossz helyre ment. Lord. Mondjuk az olajcsapda az Earth Lordok ellen annyira effektív. Igen, le kéne őket lökni. Mondjuk, hogyha egy kobold triggereli ezeket a nagyokat, az szívás lehet. Mondjuk már hova tudjuk őket lelökni? A túloldalon. Ennyi volt egyébként. Eltaláltam. Szia, Earth Lord! Ott is van. 343 ezer pont. Ponty. Ó. És még gyorsak is voltunk. Spike Wall. Ez a visszalökős fal, ez izginek tűnik. Na. Csapdák, Spike Trap.
Igen, legyen rajta kisebb a CD. Mennyivel nehezítené a játékot, a csapdák téged is sebeznének? Hát szerintem lenne szituáció, hogy amikor szivatna, igen, igen. Ezt miért így mutatja? Ja, mert megvan rá minden. Ja nem, azért, mert aktív egy ilyen unique upgrade. Tovább maradhatna például fönt. Aha, tehát heal over time-ja lehetne ezeknek. Olcsóbb lenne. Mi ez a slanted? Dölt. Falai dőltek lennének. Ez nem tudom. Ez nem tudom, jó lenne vagy rossz. Fire damage-et nyomnának az ilyenszok. Ne lassítsanak jobban. Ezt a spike volt meg kell nézni, ez ilyen visszalökős izé. Majd berakjuk. Mehet a kövi. Savas izét rep, jól hangzik. Not long after that battle, disappeared. There were rumors that Master Cygnus banished him from the order. Innen jönnek. Igen. So, what was the point of that story again? The gigantic orc army's genius. Fel tudnak jönni ide. Since the days of Master Cygnus and Vorwick, and now they're back. Várjál. Kelsey has it right. Jézusom. The Red Rifts are bringing smaller orc factions together. To create armies not seen since Vorwick's time. We've got this sorceress. Let's try. Kapásból kezdjünk egy ilyennel. Azt. Ide már például nem jönnek. Meg ezt is itt lezárhatjuk. Exactly where I want it. És akkor már is csak középen tudnak bejönni. És itt meg van aztán lehetőségem jól ledefelni a dolgokat. Ugye? Igen. Már hogy csak itt tudnak majd feljönni. Az meg, hogy fel tudnak majd jönni, mit tudom én hol. Szia, egy fanboy. Hogy fel tudnának jönni itt is, az nekünk meg nem számít, mert hogy le van zárva. És vissza kell fordulniuk. Oké, és ide is például eljönnek, de visszafordulnak. Jó. Aha, tehát, hogy... Ja. Igen, mennyire éltem a tower defense játékokat. Hát, jó cuccok. Na, tehát például itt kéne elkezdeni. Bár talán itt több értelme lenne. Nem, jó ez itt. Csak úgy kéne őket elvezetni. Hogy valahogy így, hogy jól meg lehessen őket lövöldözni. Bár most meg pont nem tudom mivel. Az ilyen szokat kirakjuk innen. És helyette jöjjön ez az új móka. Mik vannak itt? Nézzük csak. Earthlord, Earth Elemental, Kobold, Sapper. Barikád támadó. Explosive arrow. Jajjaj. Nem baj, indítsuk. Hadd szóljon. Enemies are preparing to breach one of our gates.
They've broken through a gate! Akik erre akarnak jönni, azt mindenféleképpen meg kell ölnöm. Na most lesz szívás, mennek majd a koboldok. A koboldok nagyon gyorsan vissza tudnak jönni. Nagyon gyorsan rájönnek, hogy átlettek verve. Ha például ezt is itt lezárnám, akkor itt is lehetne védekezni. Hát ez a Jánter, ez itt nagyon tudja. Aha. Jaj, nem akartam elindítani. Jó. Enemies are attacking on another front. They've breached another door. Kiki kapcsolja fel a beállításokba, ott egy ilyet, olyat keres, hogy CC. I love traps. Nyomta a nullást. Szegénynek leesett a feje. A Mizu sem úgy vadafak, perega. Tarkov. Ez mondjuk szívás. So they're fast and they have bombs on their backs. Nice. És ezek, akik szétszedik a barikádokat, ezek tudnak gondot okozni azért. Főleg, hogyha ezek, ha ezek bemennek mondjuk a kórhoz már rögtön. Ezt a pontot már nem is kapom vissza, amit most elbuktam, gondolom én. Szerencsére csak egy barikát pusztult el. Sehetne egy kis pihi. Egy kis pihi játék. Ezt lehet kérni? Nincs pihi.
on the way! Azt mondta a lovaska, hogy ez jó lesz. A celeb beszéd pedig a kedvencem lovaska. Hát gyertek! Hallod? Bakker. Az nem jó. Várjál. Ja, dinamitos, oké. Az ijászok meg tudnak azért szivatni. Égjetek, ez az! Támadják a barikádot. Fake info. Ja, az ijászok. Elesett. Ezt majd leszedjük, hogyha lesz idő. Nem emlékeztek, srácok, a barikádok automatikusan megjavulnak? Vagy ezek hogy mennek? Oké. Most szünet van. Aha, hogyha ilyen szünetes izé van, akkor megjavul. Oké. Jó. Egy ilyen, egy olyan amúgy. Valahogy így. Na nézzük így. Most már tudom majd fejleszteni, ez fix. Innen legalább nem jönnek most koboldok. Defenses have been breached again. Easy peasy, nagyon toxikus voltak itt koboldok. Na csá! Jaj, ne! Koboldok. Minden itt. Hú, bakker. Na, bakker. Most, amúgy tegnap láttam azt a klipet, hogy azt mondom a...
Diesedés alatt, hogy bakker, bakker, bakker. Ovaska klippelte. Hatos. Ezt az hova lehetne tenni mondjuk? Tudom, sehova se tenni. Legalább koboldok nem jönnek. Na-na. Nem jó! Lehet barikádot például javítani? Azt mondjuk nem jó. Haló? Tudok így lebegni. Azt hogy csinálom? Ez micsoda? Hogy tud élet a karakterem? Manából? De menő! Hagyjuk már! De a dupla ugrás csinál ilyet. Nem tudom sehol se letenni. A hatost hova lehetne tenni, srácok? Ez a falra szerelhető csapkodó. Ja, várjál, arra lehetne rárakni? Nem. Akkor nem tudom. Barikádokra? Na majd megnézzük. Plafonra? Nem. Barikádra se engedi. De lehet, hogy csak most nem engedi. Nem azért nem. Lehet azért, mert jön a wave, de amúgy egyébként lehet építkezni. Balra csak rotét. Oksa. Hatos rotét. Aha. Aha, látom. Aha, menő. Na, ez mondjuk rohadt nagy szívás. Ne oda! Hát ez... Egyedül. De ezt hogy lehet megcsinálni egyedül? Értem én utolsó előtti wave, de hogy így, hagyjuk már. Most sílelünk itt egy kicsit.
Hoppá. Az nem ment át. Hallod, mennyi nem? Ilyen eddig a játszi? Nagyon király. 18 pályája van, azt már 9-nél vagy a 10-nél járunk. Iszonyatosan szeretem ezeket. Á, így nem tudom, mennyi kör után, mert ez kicsit uncsi lenne egyébként a karakter oltogatása, így a... az enneminek. Na. Na, szóval azért teszem fel ide, hát ha ezt támadják inkább a koboldok. Na hát ez jó. Az mondjuk ott elég rossz helyre került. Azt utolsó wave. Na erretok, hát akkor ezt erre kell hozni. Fog-e késő bűvölni? Biztos. Jó. Nézem, hogy hova jönnek esetleg koboldok. Meg mondjuk ide is teszünk egyet, biztonság kedvéért. Mondjuk itt lehetne ez hosszabb. Kicsit drága volt, de megéri. Hú. Csak a koboldokra kell figyelnem. Steamen, én úgy tudom, hogy 6 órától már lehet csapatni a játszit. Ja. Ja, Steam-en van meg nekem is a játék. Én nem tudok tehát hogy nem láttam még a jó játéknak a roadmapjét egyébként. Biztos van. Csak a fejjebb kell célozni. Olyan nagyon beakadtak a fiúk. A felszippantás ennyire megzavarta őket? Ott is van a Fortis tánc. Fú. Hát nem voltunk gyorsak sajnos. Wall Charger. Lightning damage-eket nyom. Hát ez ugye már alapból lightningot nyom. Kíváncsi vagyok, hogy... mégis mivel másabb.
Stánolni tud. Ó. Ó. Illetve az elektromos, de meg elektromosozott enemikre még nagyobb damot nyom. Lehet ezekkel kombózni azért elég szépen. Na. Mi az, ami még nincs nekünk felfejlesztve? Az olajos az nincsen. Még jobban tud lassítani. Jó. Ezzel egyébként el is ment az összes pénzünk. Spike-ból ez annyira nem tetszett. Viszont a Teslásnak nem sok értelme van. Trinket esetleg. Hát igen, mondjuk ezt tudtam volna használni. Speciál upgrade, cooldown reduction. Kár, hogy ennek nincs ilyen speciálja. Mit szóltok ahhoz, ha megyünk még egy utolsót nyomunk. Aha, tizediket nyomtuk. Ó. Itt is van ilyen robbanós. Mert míg el nem alszunk. Let's go! Esetleg új karaktert tudok kipróbálni? Nem. Complete order temple to unlock. Ez mi? Secret Fortress. Mage Tower. Master's Courtyard. Sledge Shelves. Dragon Boneyard. The Basement. Colossum. Hát, hogy egyébként ez lesz majd. Az utolsó. Akkor állokolódik az összes karakter, de hát ez érdekes lenne mondjuk. Secret Fortress. Na hadd szóljon, nem tetszik, hogy ott a robbanós kobold. Egyedül nagyon szívás. Mehet estig a végigjátszás. Hát amúgy kb. Még egyet játszunk, azt vége is lesz. Na, tehát innen jönnek, meg majd jönnek majd máshonnan is. Jézusom, mekkora pálya. Lehet teleportálni, mert onnan is jönnek majd lentről. Úristen. Jó, nem azt mondom, hogy ezt lenyomjuk ezt a pályát, hanem egy tráig nyomjuk. Persze, hogyha lenyomjuk az egy tráj. Csak lehetitek. Itt van ilyen daráló. Aha, és hogyha itt leküldöm, akkor igazából nem lehet őket leküldeni. Tehát itt annyi van, hogy tudok fönt sétálgatni és nézelődni. Akkor például előnyös lenne ide tenni íjászokat. Ide például eléggé előnyös lenne ilyen szokat tenni. Na oké. Okay. Nem, tehát hogy igazából építkezek ide. Perfect placement. Oh. Hogy nem lehet rögtön a szélére tenni. De azért kettő egymás mellett elfér. Tehát akkor nem tudom azt a taxot nyomni, amit... Én csak tüsszentettem Liana. Mert... Lehet egy kicsit alacsonyra van rakva a klíma.
Igen. Na jó, mi a jönnek? És akkor felépítjük itt a védelmet. Hát, az a helyzet, hogy már előrébb fel kell építeni a védelmet. Sőt, itt az kell nekik, hogy körbejöjjenek. Hát, ezt benéztem, és kacok. Armoros ogrék. Aha, tehát, hogy lightning attackra gyengék. Jézusom! Hát egy gyorsan vége lesz így az első trájnak. 9-en már be is mentek. Lehet, hogy itt körbe fognak jönni. Kicsit szívás, hogy nem tudom őket olyan jól irányítani. De nézzük meg most így. Darálóba belők és ment, hát az helyzet most nincs olyan lehetőség. Na várjál, most a... Ja, hogy ez már a következő wave, én meg azt hittem újra kezdtük. Ne! Nem tudom, hogy hova tettem a fejem. Nagyon aranyosak egyébként, ahogy égnek. Kontra jönnek. Játék neve? Ott megtalálod, le van írva. De te miért bántod? Hát igen, tudom.
We only have half our risk points remaining. Our rift is failing. Hát ez rippentyű. Enemies at the rift. The rift has been compromised. Ne! Ne! Rip. Fú. Hát ez szívás, srácok, ez szívás volt. Ezek a koboldok, azért így szólóba azért rendesen tudnak szivatni. Na se baj. Az achievementek egy részét már megszereztük. Szerintem most nem is fogja kiírni, hogy pontosan miket, már ugye még nem jelent meg a játék. De ez jó volt, srácok, jó volt belekukkantani így a megjelenés előtt a Zorks Mazdájba. Köszönöm szépen a lehetőséget a kiadónak. Skacok. Szerintem még mindig fan ez a stílus. Ez a third personos tower defense SD. Én annó nagyon-nagyon élveztem. Lassan 10 éve. Sanctumot is pergettük, a Dungeon Defenders-t is. Aztán Telona Kingdom Rush-t. Vector TD is pergett, amikor még flashes játékokkal játszottam. Úgyhogy én imádom ezt a stílust. Ha esetleg erre még nem szánnátok pénzt, akkor érdemes ismerkedni úgymond a stílussal, egy retro játékkal, amit most ad az Epic. Hát, ez nagyon retro, de szerintem még mindig jó. De még mindig jó. Úgyhogy, ja, srácok, én élveztem az Orcs Mazdájozást. Jövő héten szerintem megpróbálok beütemezni egy streamet, ahol nem egyedül befejezzük a játszit. Mit szóltak? Így van. Még van hátra 7 pálya. Azért csapatba ez szerintem lényegesen egyszerűbb. De szólóba se lehetetlen. Úgyhogy, hát ennyi lett volna, skacok.